Magyar seregek nem léptek az állati túlerővel. 1849. augusztusában már az ország kivált része az ellenség kezébe került. A túlerő háromszoros. Az elfáradt, lerongyoló, honvéd csapatokat felfegyverzett elsőkör fölében lévő császári csapatok fogtak közre. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosan letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja. A harcbukók úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Csend van! Itt ott a termés, az eltérett éjjeli lepét magasra várja a zöld tűz erőnek a hatánya. A venyékes herceg sír, mintha jövője fájna. Újra sötét a csend, a ló álmában felmarkad, a nagy nyomosan vizeg, tótukra kocsan, bőrében remeg. Micsoda nyugalom, hallod, harang sír egy távol a város lábadnában. Hangja megleszik szemedben az idegen határa. Testvére itt áll, ágyúban útra válva, de nem hallja sem London, sem október 6-án haladon kivégezték
A világos fejvelletétel után a főtiszteket az orosz főparancsnokhoz Paszkiewiczhez vitték Nagyváradra, aki Görgei Artúr kivételével augusztus 22-én Gyulán átadta őket az osztrák katonai hatóságoknak. Hajnal szabad kezet kapott parancsnokságra, és 14 tagú hadbíróságot állított fel. Formális meghallgatások és tárgyalások után kihirdették a halálos ítéletet. A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felsőségfér címén 9 tábornokot kötélelteni halára, 4 golyó által halára ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. Most elmondom, mi vagyok, mit nem neked, vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szóljuk, csönd vagyok, csöndet vagyok, ha rám így kedved van, maradhatok, ülhetsz csak tűnve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd megy. S folytatom, mit vagyok, mit meg neked, ha vártál lángot, az meg lehetett. Fölében hajolj, mást hallom, belőlem csak jövőd jó sokat. Most elmondtam, mit vagyok, mit meg neked, vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd. Adi Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa mermadása, őszi szélek büske serve, egy-egy könyve szentelt helyre, hol megváltott hősi áron, becsületett dicsőséget az ajtó 13. Az aradi dolgot ára rágyogott a nap sugára, oda hull az ősi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bán a sír száraz ágon, ott a viszont csendes állát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényesége. Buszi üdnek ennyek fénye, adjon lukas békessége. Sugárom a szellemjáim, és keressem felfüggni, küzdelmükben az aradi 13. Tegnap hőség kellettek, ma már kirog. Így parancsolja ezt a fennszolgálata, mondta, de se kialiszti. Ki lehet arra, hogy ilyen a magyar sorsa, Krisztus kereszte elérett apostolok. Az apostolok lelk és a vitókat tőben kell, forradalmá élni a magyar lelket. A mai világ a sátán világ, ahol a becsületéből fog az áldozásoknak talapján, csak egy igazi forradalom, a világból forradalmi emberséget és a többi jelezik, amit azok meg hasonlott világ.
Istenem, az új politiság részemben lesz-e? Álpát a kicső szentjeim, én azt tudok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazánk életük, mondta kísérnek. Minket az erősség dühös bosszúja juttatott ide, mondta Koltenberg Gerd. Erőt vett a rúd halálon, és erőt adott a magyarnak, hogy bízzon a híradatban, amely csak felvétel.